benne a tilos rádió, és benne a szokó lényegző. Jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 frekvencia modulált sávon, 90,3 MHz, és én pedig Dr. MZ per X vagyok. A Szokolébresztő 100. adásához érkeztünk, ami egészen hihetetlen, de igaz. Ennek megfelelően egyébként ma ilyen különleges adást csinálunk, ami úgy néz ki, hogy bár most éppen csak egyedül vagyok bent a stúdióban, amint ez már megszokott ebben a Covid időszakban, de bent vagyok a stúdióban, viszont három előre felvett blokk és be fogok játszani, de mindeközben egyébként, még akkor is, hogyha élőben nem tudom bekapcsolni a hallgatókat például, mert éppen nem beszélek, hanem csak hallgatjuk a felvételeket, azért aztán persze fogadni fogom közben a telefonokat, és majd lesz egy olyan rész, amikor épp persze élőben fogok beszélni. Az adás telefonszámom 215-37-73, és most akkor hát itt a centenáriumi adásban be is csapunk rögtön a lecsóba, mert hát rengeteg minden történt, ugye például ugye múlt csütörtökön leszállt egy űrszonda a Marsra, éljen, és akkor persze ki mással beszéltük volna ezt meg először, mint a múltkori adásban egyébként sérelmezett, már itt a hiánya volt sérelmezett, tehát hogy a rakétafüst kollégával, akit többen sérelmeztetek, hogy nem volt jelen már régen az adásban, ugye a hamarosan 5 éves szakértő vendégemmel beszéltük meg először a Marsra szállás érdekességeit, ami múlt csütörtökön történt. Ebből minden kiderül, amit minden tisztességes állampolgárnak tudnia kell arról, hogy mi történik mostanában a vörös bolygón, mit művel ott a Perseverance nevű kis hatkerekű guruló jármű, tehát hallgassátok először ezt. Start! Hú, elindult a Percy. Így nézett ki, amikor, hát, 201 néhány nappal ezelőtt az Atlas 5 rakéta tetején elindult a Percy a Mars felé. Látod a Kennedy űrközpontban? Igen, és nagy a füstöt hagyott. Na de ez még ugye régebben volt, utána elhagyta a föld körüli pályát, begyújtotta a rakétafokozatot, ahogy itt figyeljük egy animáción, és egyébként levált végül, utána a Centaur rakétafokozatról ez a Cruise Stage, vagyis ez a szállító fokozat, ami végig kísérte a földtől a Mars felé vezető úton a Percyt. De még rajta van egy kis védőszerkezet. Igen, ez maga a szállító fokozat. És hát utána 350 millió mérföldet, vagyis nagyjából olyan, hogy is van ez, hogy számolját az ember, nagyjából olyan 500 millió kilométert repült ezen a pályán, mire eljutott a Marshoz. És forgott, látod, forgott a tengelye körül ez a szállító egység. És akkor eltelt olyan nagyjából 8,5 hónap, és akkor itt érünk el oda, ami múlt csütörtökön történt, és most meséld el, mit látunk. Most Len eljeszkedik, de hitel majd egyszer meg fog állni a Percy ejtőernyőkkel, és kábeleket eljesz le, majd, de ezt remélem már látták, hogy azon eljeszkedik le a Percy a Marsáról. Úgy van. Tehát most van még az a fázis, amikor ugye 1450 Celsius fokos plazma jelenik meg a hőpajzs körül, amikor a Percy belép a Mars légkörébe. Ez persze jelentős mértékben lelassítja az űreszközt, és az irány tartásába segítenek mindenféle kicsi rakétafúvókák, majd olyan 10 km magasan, amikor már olyan 1300 km-től lelassult. Igen. Ennyi. Kinyílik az ejtőernyő, és ilyenkor persze még bőven hangsebességnél gyorsabban repül a Percy, vagy repült, és 20 másodperccel később, miután kinyílt az ernyő... És benlátodom, ott van a Marsjájú, és nem sokáig lejárti a köteleket, ezt képzelik. Igen, itt van ez a Sky Crane nevű szerkezet, ami 8 rakétahajtóművel lassítja a leszállást, mert persze az ejtőernyő az nem elég arra, hogy lerassítsa rendesen az eszközt, és akkor leereszkedik olyan 2 kilométerről, és itt volt az a furcsaság, hogy itt volt ez a remek kis okos eszköz, ami a Mars felszínének a képe alapján meghatározta, hogy hol van az űrszonda, és az alapján számolta ki a megfelelő korrekciós hajtóműgyújtásokat, hogy jó helyre kerüljön a szonda. És látjátok, hogy remélem látjátok, hogy most van a kötél kinyitása. Igen, 20 méterrel a felszín fölött lelógatják ilyen kábelekről a Percyt. Ez volt a leghihetetlenebb része. Én ezt bungee jumpingnak szoktam nevezni. És ezt lefényképezte
nem fogjátok elhinni, hogy fölüljön, hihetetlen. Igen, igen. Mert most mondták, hogy jakták össze. Igen, igen, hát itt a fehér szobában szerelték össze, ugye olyan ruhában vannak az emberek, mint a kórházban, hogy még véletlenül se fertőzzék össze az űrszondát. Ugye a Mars esetében különösen fontos, hogy ne kerüljenek földi szennyeződések a szondákra. Itt különféle protokollok vannak a NASA-nál, minden, nyilván minden űreszköznek nagyon tisztának kell lennie, ami fölmegy az űrbe, de a Mars esetében, meg még néhány naprendszerbeli célpont esetében különösen fontos az, és ott ez a nagyon-nagyon magas szintű tisztasági osztályba sorolják ezeket, hogy ne vigyenek magukkal semmit, semmi földi szennyeződést, hiszen ezeken a helyeken, például ilyen a Mars, vagy mondjuk akár az Európa, a Jupiter egyik holdja, vagy a Titán, a Szaturnusz egyik holdja, meg még van néhány ilyen hely, amik ebben a nagyon-nagyon szigorú tisztasági besorolásba esnek, mert ott lehet, hogy előfordul primitív élet. Na, és mit tudunk erről a helikopterről? Hát, hogy két jobb eleje van, és az egyik a másik, és az egyik irányba folyik, a másik meg a másik irányba, ahogy mutatom. Igen, és hát az a legérdekesebb ebben, hogy tényleg hát ez az első alkalom, amikor egy ilyen szárnyas, vagy a propelleres, vagy bármilyen nem rakétás repülőeszköz a Marson. Először még csak nem száll föl, de előtte még pojt fel, csak utána száll föl. Ezt látjuk még. Igen, és ő majd magasból fogja fényképezni a Percyt, aztán néha visszaszáll, és persze a roveren keresztül, tehát a Percyn keresztül kapja majd az utasításait, hogy merre repüljön. És majd hallottuk a leszállásán, hogy valaki szerint 90 métert fog repülni a Marson. Igen, tényleg, ezt jó, hogy mondod, tényleg ezt hallottuk. Tehát... De ez nem, lehet, hogy nem igaz. Igen, és több repülésre lesz már és képes, most azért küldték fel a Percyt, hogy átfújja megint, hogy meg kiszabadítsa. Micsodát? Hát, a legutóbbit, ami elkezdett fújni, például, akkor a Percynek ugyan le kell fújni a mélyébe, hogy... Ja, tudom, mire gondolsz. Hát az InSight űrszondának az volt a feladata, ami a nevedet elvitte a Marsra, ugye, hogy mélyre belefúrjon a Marsba, de megakadt a fúrófeje. És azt gondolod, hogy a Percy az oda tud menni és segíteni neki, hogy megjavítsa a fúrót? Igen, meg valami ilyesmi, és gondolom neki is van fújója, ezért ő is lehet amúgy van, fújni. Igen, van, csak ez nem tud annyira mélyre fúrni, de egyébként az a rossz hírem van, hogy a Percy az túl messze szállt le az InSight-tól. Ugye InSight-nak hívják azt az űrszondát, aminek a fúrója van, ami tényleg azért vittek el, hogy jó mélyre befúrja magát a Mars felszíne alá, hogy ott egy hőáramlás mérővel megmérje tulajdonképpen, hogy mennyire van meleg a Mars felszíne alatt néhány méterrel, és akkor ebből lehetne kideríteni ilyen nagyon fontos dolgokat, hogy a Marsnak mennyire hűlt ki a belseje. Ha megnézzük a Mars térképen, hogy hol szállt le az InSight, és hogy hol száll le a Percy, akkor azért azok nagyon messze vannak egymástól azok a helyek. Úgyhogy az InSight-on viszont... a Percy nem fog segíteni. Viszont fel tudja ezt a Jezero krátert deríteni, ami régen egy tó volt a Marson, tudod? És egy kiszáradt tó. És ezért tele van kavicsokkal, meg tengeri üledékkel az egész. És nagyon érdekes lesz, hogy például valami életre utaló nyomokat, például stromatolitokat, ilyen megkövesedett ősi baktérium telepeknek a nyomait, például talál le ilyesmit a Percy, mert elvileg ilyet lehetséges lenne találni, és a Földön is ugye találtak ilyeneket 3 milliárd éves kövekben. Igen, és itt mutatják a videón, amit csak elképzeltek, hogy így néz ki a Marsnak az a része, mert nem tudták még, hogy így néz ki. Hát igen, 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 de nagyon jó felbontású képeket csináltak előtte erről, úgyhogy éppen ez segített a Percy leszállásához. Na és itt mutatja egyébként a felvétel, hogy hogyan fúr mintákat a Percy, mert azért valóban az is le tud fúrni, csak nem annyira mélyre, mint amennyire az InSight-nak kellett volna, és akkor kiveszi ezzel a fúrófejjel a talajból a dolgokat, a mintákat, és bepakolja a belsejébe, és az a legérdekesebb, hogy azt pedig majd vissza fogja hozni egy későbbi űrszonda a Földre. Legalábbis ez a terv. Tudtad?
Hogy a Percy begyűjt mintákat, meg később egy másik űrszonda 2030 körül elrepül a Marshoz, egy olyan szonda repül a Marshoz, ami majd felhozza a mintát Mars körüli pályára, ott begyűjti egy harmadik űrszonda, ami ma Mars körül kering, és azt meg szépen hazahozza majd a Földre. Ha jól látom, ugye a jutai sivatagban fogják letenni ezt a mintát is, mert az amerikaiak nagyon szeretik az üstökösökről, kisbolygókról hozott kis űrszondás mintáikat, pont a jutai sivatagban, tehát a nagy sóstó közelében levő nagy területen letenni ezeket, úgyhogy valószínűleg majd a marsi minták is oda fognak visszaérkezni. Hát mondjuk akkor, amikor te már középiskolás leszel, szóval az még soká lesz. Hát így van, szóval ezt beszéltük mi itt Rakétafüsttel, és egyébként nem csak vele beszéltem egyébként az elmúlt időszakban a Marsról, hanem február 12-én Tilláékkal is, akiknek van egy Propaganda Talk Show nevű valamiük a Facebookon, ami egy ilyen livestream, és velük volt egy majdnem 2 órás beszélgetés Marsról, marsi életről, még a magyar űrhajósokról, miért kell űrhajózás, meg mi az emberiség jövője, meg ilyenek, szóval ott aztán minden előkerült, az élet, a világmindenség és minden, tehát akit érdekel, az nyugodtan kutakodjon ott a Facebookon, és megtalálja ezt a beszélgetést. Szerintem érdekes beszélgetés lett. Ja, és egyébként ugyancsak a századik, képzeljétek el, hogy ugyancsak a századik adáshoz időzítve én írtam egy science fiction-t, amit feltöltöttünk az internetre egy némi segítséggel, szóval ez most elolvasható egyébként. A Műbolygó a címe, és a szerzője meg én vagyok, vagyis Vince Miklós. Ez az irodalmiház.hu felületen olvasható a kézirat. Ez elég szokolos, szóval ha valakit érdekel, akkor van benne mindenféle. Természetesen ott szabadon hozzáférhető a Műbolygó című írás a Magyar Irodalmi Ház honlapján. De természetesen a századik adásban nem csak Rakétafüsttel beszélgettünk, vagyis a századik adás tiszteletére, hanem természetesen, legalább ennyire természetesen, ugye állandó szakértői vendégeinkkel, Pál Andrissal és Werner Norbival is beszélgettünk egy jót. Nagyon érdekes híreik vannak, szóval ez most különösen érdekes beszélgetés volt szerintem, ezt már is indítom. Tehát itt vannak velem az állandónak tekinthető szakértő kollégáink is, ugye, maga Pál András, és itt van persze Werner Norbi is a vonalban, de most ez egy felvétel, tehát ez most ugye szombaton zajlik ez a beszélgetés, és hát ugye például századik szokolébresztő van, képzeljétek el, ugye milyen érdekes. Ebből egyébként majd nem számoltam össze, hogy ti hányban voltatok bent, de ugye még bőven a Mária utca korszakban, igaz? Tehát, hogy nagyjából 2019-ben már biztos, hogy járogattunk be oda. Például arra emlékszem, hogy amikor legutóbb volt olyan, hogy leszállt egy űrszonda a Marsra, ami az Insight volt, akkor szerintem ott voltunk reggel valahányan, ugye? Talán akkor lehet, hogy mindhárman bent voltunk. És lehet, hogy még simán május... lehet, csak hogy annyira korán volt, hogy nem emlékszem. Igen, már. Mert az még a reggel 7-es idősávban történt. Na most persze újra volt egy leszállás a Marson, mert nyilván erről is kell beszélni. Most ezzel kapcsolatban valami nyomja a kis lelketeket? Amit még már annyi ember beszélt annyi mindent erről a Percyről, hogy igazából ahhoz képest, hogy szenzációs meg minden izé, már szerintem már kb. Mindenkinek a könyökén jön ki, pedig még csak most kezdődik a küldetés. De hogy van valami, ami még ezzel kapcsolatban bennetek így nyomot hagyott az elmúlt néhány napban? Hát nyilván az, hogy lesz rajta az a kis helikopter, azért az eléggé jó. De érdekes módon nekem az egyik első hír, ami ezzel szembe jött, az az, hogy azon a kis helikopteren olyan elektronika van, ami Linuxot futtat. Na, hát ez nagyon jó. Linux a Marson. De nyilván eddig is azért, hát miért az eddigi űrszondák, azok nem Linuxon? Például amiket te programozol műholdakat, ugye nyilván. Hát akkor ott azok Linuxon futnak, nem? Tehát az űrkutatás az nem Linuxon fut? Linuxon fejlesztünk mindent, tehát aha, ez teljesen jó. Tehát magában azokban a kis mini mikrokontrollerekben, ami a műholdon van, azokban már nem fér bele. Se tárhely, se memória, az úgy nem igazán. Van rajta egy pici operációs rendszer, nem Linux, hanem FreeRTOS-nak hívják. Ez egy valós idejű operációs rendszer, és az futtatja azokat a programokat, amik ugye az adatgyűjtésért is felelősek többek között. Plusz még vannak rajta egy egyéb apró programocskák, amik például arra jók, hogy start után nem sokkal föl tudjuk küldeni a javított változatot a szoftverből. Igen, egyszer erről beszélgettünk, ugye? Amikor VZLU-szat, ugye? Startjával igen. Kapcsolatban, hogy azt ugye már lepasszoltátok Amerikába, hogy majd
hogy fölmenjen, de még nincs kész a fedélzeti szoftver teljesen, de ez nem is baj, mert majd utána lehet küldeni, ha fölmegy. De most jó, jó is, hogy erre kanyarodtunk, mert akkor mind a kettőtöket megkérdezlek, hogy hogy állnak a műholdas projektjeitek. Akár ez a Vizelusat, mert Norbi, te eddig még meg se szólaltál, akkor most egy picit, és aztán majd Andrisnak visszapasszoljuk a labdát a GRB Cube-bal kapcsolatban. Ugye ezek a műhold projektek, amiken dolgoztok. Te, ugye, tehát mi a helyzet ezzel a na mondd ki te a nevét szépen, jó? Tudom, hogy ez egy rövidítés, de ti hogy mondjátok ki eleve, Norbi, és hogy áll? Mi Vizelusat 2-nek mondjuk, és ez a Vizelusat 2 már egy jó ideje Floridán vár a startra. És a Vizelusat 2 már föl is volt szerelve egy Falcon 9 rakétára, a Transporter egy misszión kellett volna eredetileg mennie, de az FAA-től, az amerikai légügyi hatóságtól nem kapták meg az engedélyt az utolsó pillanatban az a cég, amelyik a deployert, amelyikben benne vannak azok a CubeSatok, amely azt a deployert üzemelteti, nem kapott meg valami utolsó engedélyeket, úgyhogy azt leszerelték a Transporter egy misszióról, és a Transporter 2-n fog menni legközelebb, legközelebbi lehetséges startidőpont ez év júniusa. Tehát a Vizelusat 2 júniusban fog startolni, ez nem a mi hibánk, nem is a műhold gyártók hibája, hanem ez egy olyan dolog, amit az a cég valahogy nem intézett el, amely a startil. Figyelj, Norbi, most nagyon boldog emberré tettél engem. Mert most jelenleg úgy néz ki a helyzet, hogy az én Fulbright ösztöndíjam az júniusban fog kezdődni Floridában. Na, úristen, tehát konkrétan meg, hát nem jó, ez nem a gratulálás, most a gratulálás az a Covid-nak szól, mert ugye ez már meg lett volna, csak elhalasztódott, de most az a fantasztikum, hogy akkor elképzelhető, hogy élőben meg tudjuk nézni a műholdatoknak a startját. Csak jól kell érezíteni. Kedves kollégának tulajdonképpen akár még esélye is van. Igen. Kérdés, hogy mondjuk egy mezei látogatóként, mondjuk kvázi turistaként mennyire lehet kiutazni majd. Ja, értem. Igen, hát mert mi ott a J1-es vízummal ott pörgünk majd. Igen, tehát amióta megy ez a vírusos húzavona ugye a beutazásokkal meg ilyesmikkel, ott ugye az már viszonylag hamar felmerült, hogy jó, hát turistaként nem, de hogyha megfelelő vízumokkal rendelkezik az ember, akkor igen. És ez a J-vízum, ez pont ez a határeset kategória, uh-huh. Nyilván nekem is azért húzódott ugye ennyi ideig, mert hogy határeset, de akkor így előbb-utóbb az átbillen arra, hogy persze, akkor hajrá is lehet utazni, de azért valószínűleg egy turista vízummal és vagy sima esztával azért nem biztos, hogy még olyan hamar megnyílnak a határok. Igen. Konkrétan egyébként, ez egy kicsit így slightly related, úgymond, művel spanyol mondaná, hogy most szervezünk egy konferenciát teszes témában augusztus elejére, és most a héten mondatot ki véglegesen, hogy jó, akkor ez most 100% online lesz. Ó, Istenem, már az augusztusi konferenciák is online lesz. És az az augusztus, hát augusztus legeleje, igen, de az most már biztos, hogy online lesz, úgyhogy már az első hetekben még, amikor elkezdtük az egyeztetéseket, akkor fölmerült, hogy hát ugye félig online, félig helyszínen, mert hát ugye amerikaiaknak lesz, hát nem azt mondom, hogy elsősorban, de hogy maga egy amerikai misszió, de nyilván az érdeklődést leginkább ugye az amerikai kollégák által lesznek, tehát hogy ott helyszínen ők ott valamit már ott azért tudnak mókolni konferencia alatt, de akkor közben ugye az MIT mit tud engedélyezni, mert mit nem egyáltalán a rendezvényeket, akkor ki tudják adni a megfelelő helyszínt ennek, és akkor kiderül, hogy ja, nem az túl nagy, és ott nem gyűlhet össze, szóval ott is rengeteg nyitott kérdés van, még hogyha egy amerikai belső úgymond helyi meetingként, vagy helyi konferenciaként tekintünk rá, de az, hogy még külföldről odautazzunk, azért az még kevésbé esés, és most lett végül azért úgy az a konklúziónk, hogy hát ez akkor marad online. Na jó, de figyelj csak, az a lényeg, hogy oké, lehet, hogy augusztusban nem utazol Amerikába, viszont márciusban megmégy Bajkon úrba, vagy hogy van? Szóval akkor a másik műholdra passzolnám át a témát, igen, ugye? Igen, az is, a GRB az is nagyon rajta van a listán.
Igen. Az, hogy áll most ez a történet, mikor megy föl? A hallgatóink legutóbb, amikor hallottak a műholdról, az körülbelül szerintem akkor volt, amikor még össze se szereltétek. Ugye? Egyszer igen, bejöttél, igen. És akkor meséltél, hogy tervezitek ezt a műholdat a szlovákiai kollégákkal kollaborációban, ami majd Bajkonurból nagy Szovjetunió területéről fog felszállni földkörüli pályára, és itt tartanak a hallgatóink, meg kb. Én is, akkor innentől vegyük fel a történet fonalát. Összeszereltük, és várjuk a startot. De már ott van? Elküldtétek nekik? Igen, igen, megérkezett. Még úgy is volt, az is rajta volt a listán, hogy én is kiutazom itt az integrációra, tehát amikor magát a műholdat beleteszik ebbe az általad is már korábban említett deployerbe, ez végül itten a sok kavarás, meg a vírushelyzet, meg a mindenféle, egyéb meg az, hogy részemről tulajdonképpen annyira nem is volt kritikus az utazás, inkább mint érdeklődés, meg esetleges szoftver frissítés kapcsán merült föl, így végül én nem utaztam ki, de maga az integráció megtörtént, sikeres, minden szuper, úgyhogy március 20-án akkor elvileg lehet várni a... Hát ez fantasztikus, tehát egy hónap múlva az általatok fejlesztett műhold földkörüli pályára fog állni. Exaktul egy hónap. Igen, ez fantasztikus, és ugye az is van, hogy akkor te pedig el fogsz utazni, elvileg, hogyha a... Elvileg, igen. Bajkonurba, és megnézitek, hogy... Elvileg. Na, hát ez zseniális. Ez elvileg. És akkor most hogy szokták mondani, hogy elvileg nincs különbség az elmélet és a gyakorlat között, csak gyakorlatilag van? Igen, de egyébként az oroszok nem szoktak késni. Tehát az a dolog, amit a Werner Norbi most mondtál az előbb, Norbi, hogy izé van, hogy a Falcon rakéták, meg ezek így hónapokat csúsznak, hát ha megnézitek, azért amikor már a beszerelés megtörtént, attól a pillanattól kezdve az oroszok azért nem szoktak csúszni. Tehát az nagyon... A kóvihar közepette is tartom. Igen, ők mindig. Tehát például az, hogyha kitűzik egy Szojuz rakéta startját, én nem is tudom, hogy volt-e olyan, hogy ezt elhalasztották. Lehet, hogy volt néhány eset az elmúlt 60 évben, de... Francia Guayanából. Ja, igen, igen. Igen, igen, mert ugye onnan is indítanak szajúzokat, mert egyébként ugye Francia Guayana, ugye Kourou, Európai Ürünökség indító központja, ugye az űrközpont, ami a legközelebb van az egyenlítőhöz, és ezért, hogyha az ember ilyen... Igen. És ezért egyébként például alacsony földkörüli pályára talán ilyen 100 kilóval vagy 200 kilóval többet lehet ugyanazzal a rakétával pályára állítani Kourouból, mint Bajkonurból, mert ugye segít a forgó föld. Szóval hát igen, vannak ilyen örömök az életben. De cserébe ott biztos több a halasztás, mint a jó kis kazaksztáni starthelyen, ahova egy hónap múlva Andris utazik. Hát ez nagyon jó, hát akkor nem, hogy mindenképpen be kell jelentkezni. És ahhoz a GRB Cube-hoz ez már kész van a szoftver, vagy azt is csak utólag fogjátok majd a véglegest föltölteni? Hát igazából ez bármikor frissíthető, most pont ezen agyaltunk a héten, hogy nem csak, hogy két részre akarjuk vágni ezt a programot, hanem három részre. Az egyik az csak ez a kis apróság, ami képes frissíteni a nagy programot, de a nagy programot is két részre vágnánk, úgyhogy külön választjuk a tudományos adatfeldolgozós részt, ami gyakorlatilag néhány kilobájtba, vagy 10 kilobájt alatti részbe beférne, és akkor azt még kényelmesebben tudjuk majd frissíteni. Úgyhogy most ára az előkészületek úgymond megvannak ehhez, úgyhogy elvileg most már csak programozni kell. Igen, néhány kilobájtot föl tudtok arra szabadítani, hogy néha a szokolébresztő szignált lesugározza az eszköz a világűrből, akkor az... Na jó, nem. Megcsinálhatjuk. Mekkora hát lenne? Mekkora lenne? Hát mégiscsak a 100. adás, hát valamivel már villanthatnánk akkor a közeljövőben. Na jó, oké. Hát ez tökéletes. Annyit csinálhatunk majd, hogy morzéjelben. Igen, az lett volna a másik. Az a fapados megoldás, hogy azt, hogy szokolébresztő, azt lemorzézné valamelyik műhold. Az igen. Az elvileg meg lehet csinálni. Szabadon leszel fogva. Sőt, gyakorlatilag is. Jó. Na, hát akkor majd egy frissítésként felküldhetsz egy ilyen rutint. Kérdezik majd a szlovák kollégák, hogy ez meg mi?
A cokolt, azt lehet, hogy ők is tudják. Fogják érteni. Igen, igen, az ébresztőt meg mi se értjük, ugye, de mondjuk a csillagászoknak lehet, hogy ideális egy olyan ébresztő műsor, ami reggel 9-kor kezdődik, bár akkor ez lehet, hogy egy kicsit túl korai, ugye? Hát ennek... az nagyon korai. Az nagyon korai, igen, igen. Egyébként gondolkoztunk, hogy mire nevezzük át a műsort, emlékeztek, amikor átkerültünk a 9-es idősávba, a reggel 7-esből, és akkor... ilyenek jöttek, a hallgatók írtak be, hogy ez a szokol angyalai megjöttek, de az is fölmerül, hogy ez már nem egy igazi ébresztő, hanem csak egy so-called ébresztő. És akkor az gyakorlatilag ugyanúgy hangzik. Na jó. Jó, hát ez nagyon érdekes, és szép. Hát akkor gratulálok ezekhez a dolgokhoz. Még annyit még megkérdeznék, csak érintőlegesen. Tudom, hogy nem voltál benne, Andris, annyira közvetlenül ebben a dologban, de nem tudunk elmenni a mellett, hogy olvastuk a napokban, hogy óriási nagy földsúruló kisbolygó felfedező dömping volt Piszkéstetőn, ahol egyébként lehet, hogy te is leszel konkrétan akkor, amikor ez az adás elhangzik. Tehát a kutatóintézeteteknek a Mátrai Obszervatóriumában, és hát ugye mi egy hétvége alatt felfedeztek 4 földsúroló kisbolygót, tehát itt mi a munkamódszer, és te ennek a technikai hátterének a kidolgozásában mit csináltál? Meg eleve mi annak a technikai háttere, hogy így szakmányban lehessen felfedezni a földsúroló kisbolygókat a Mátrából? Hát ugye a legegyszerűbb dolog, amivel elő lehet segíteni, az, hogy minél nagyobb égterületet figyelünk meg egyszerre. Most nyáron került beüzemelésre az új csodakamera a Schmidt távcsőbe, aminek a látómezeje már úgy kellően nagy, konkrétan ugye 3x3 fokos, hogyha belegondolunk, hogy a telihold átmérője az fél fok, tehát úgy szép 6 darab teliholdat lehet ugye a négyzet oldalai mentén szépen egymás mellé lepakolni, ugye ez már szép nagy. Csak egy ilyen terület átvizsgálásával, hogyha ezek a földsúroló kisbolygók éppen súrolják ugye itt a környezetünket, és kellően kifényesednek, és kellően gyorsan mozognak, akkor szépen szisztematikus keresésekkel ezeket meg lehet találni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy most már tényleg a Schmidt távcsőnek ugye látómezejét azt már ki tudjuk használni. Ugye eddig ugye a kisebbi kamerával valamivel több, mint egyszer egy fokos volt a látómező, hát ez most gyakorlatilag így majdnem 10-szeresére nőtt. Ha úgy vesszük, akkor a korábbi felfedezési rátánkat azt meg is tudnánk 10-szerezni. Ilyen értelemben is. Egyébként amúgy azért valahol azért félelmet keltő, hogy ilyen mennyiségben vannak még felfedezetlen földsúroló kisbolygók, még akkor is, hogyha ezek egyike másika tényleg csak ilyen néhány méteres kődarab, ami valószínűleg, de hát azért nem mindegyik, szóval azért ez elég komoly, hogy ilyen... De jó, hogy történik, azért ez nagyon menő. Igen, ez az eléggé függő ezeknek az országoknak a pályáig, és igen. Tudnál olyan nevet adni egy kisbolygónak, hogy szokol ébresztő? Hát az nekem kéne felfedezni valójában. Hát jó, de hogyha például egy általad... Felfedezőket jól ismered. Igen, igen, mondjuk az a Pál Andrisról már van elnevezve kisbolygó. Ugye? Tehát van... Igen, az nem ugyanaz. Azt tudom, hogy ez nem ugyanaz, csak azért, hogy érzékeljük azért, hogy ugye ott azt egy automata fedezte föl, tehát? Mert nyilván nem egy másik ember döntött úgy, hogy Pál Andrisról nevezi el a kisbolygót, vagy nem tudom, mert ha igen, akkor vett feleségül, vagy nem tudom, ugye azt hiszem az van, amit mondtál egyszer, hogy van egy hosszú lista, amire fel vannak sorolva ilyen a témakörben dolgozó kutatók, és közben gondolom én, hogy automaták szakmányban fedezik föl a kisbolygókat, és akkor ezek mennek végig a listán, és akkor egyszer csak kapsz egy e-mailt, hogy gratulálunk, elneveztünk önről egy kisbolygót. Ez nem így történik? Vagy hogy ez, a te esetedben ez hogy volt? Hát az enyém az konkrétan a 11.459-es számú, ez konkrétan 1981. március 1-én fedezték föl, tehát ez egy viszonylag régi felfedezés, és maga az elnevezés az is
az is ugye relatíve új. Konkrétan a 103978-as számú elektronikus közleménybe lett leadva, és abban úgy méltatnak, hogy mindenféle számítógépes eszközöket fejlesztettem ki, ami segíti az adatfeldolgozást és az adatok értelmezését mindenféle naprendszerbeli kipravörös tartományban. Tehát ezt a munkát ismeri el tulajdonképpen a naprendszerrel foglalkozó közösség. Megnézhetjük, hogy... De akkor ezt egy ember fedezte fel, mert 1981-ben még nem nagyon fedezték fel automaták a dolgokat. Igen. Aha, aha. De mégsem élt a felfedező ezek szerint a névadási jogával. Amiről most mondtátok, hogy van. De... Igen. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Itt éppen így alakul. Aha, na, hát ez fantasztikus. Norbi, neked is van kis bolygód? Nekem nincs, és én nem tudtam, hogy Pál Andrisnek van, ez teljesen új dolgot tudtam. A Szokolébresztőből mindig új híreket, mindig érdemes belehallgatni, még azoknak is, akik az állandó szakértők. Na, hát oké, hát nagyon köszi. Igen, szóval akkor a kisbolygó elnevezés témakör, majd akkor egyszer eljutunk oda, hogy lesz egy Szokolébresztő nevű kisbolygó, hogyha esetleg felfedezem mondjuk egy éjszaka mondjuk 5-6-ot, vagy az általad kidolgozott algoritmusok segítségével felfedeznek valakik, akkor majd gondolj arra, hogy már 100 adást megéltünk, és akkor milyen szép is lenne valahol a naprendszerben egy kis kődarab, csak aztán nagy pönt az csapódjon belénk egyszer, mert az nem lenne egy annyira jó reklám, hogyha a Szokolébresztő célba vette a Földet, meg ilyenek. Kedves hallgató, most jelentkezik utoljára a Szokolébresztő, mert három napon múlva belénk csapódik a Szokolébresztő. Igen. Mindenki megjegyezni. Igen, hát mindig azért mondom, hogy a dinoszauruszoknak, ha lett volna űrprogramjuk, akkor talán nem haltak volna ki, hát azért mi is bízunk benne. Na, hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetés részletet, és akkor Andris, neked további jó kutakodást a naprendszerben és azon túl, meg jó, majd a bajkonúri kalandokról nyilvánvalóan beszámoltatunk, ami rohadt közel van, igaz? Tehát a Szokolébresztő két hetente jelentkező műsor, vagy most két adás múlva már múlt időben fogunk arról beszélni, hogy pályára állt a műhold. Úgyhogy majd akkor igyekszünk majd valahogy akkor... Azért ez így ebben a formában tényleg elég durván hangzik. Igen. Történnek a dolgok. Most már azért az ember átgondolja, hogy jól csavarozta össze azt a műholdat. Hát igen, de most már mindegy. Hát, mi a fene zörgött is ott a múltkor? Ja. Na, hát nagyon köszi szépen, és akkor mi pedig Werner Norbival az élőadást folytatjuk. Persze, ezt most mondom szombaton, de ezzel a felvételt lezárom. Szia, Andris, én ezt leállítom. Na, hát ez annyiban módosult, hogy közben elbénáztam a Skype kapcsolatot, meg kiszámoltam, hogy mennyi idő lesz egyáltalán élőben beszélni, úgyhogy szegény Norbit végül nem kapcsoltam be. Viszont így is körülbelül 4 perc marad most arra ebben a blogban, hogy még válaszoljak az érdekesebbnél érdekesebb hallgatói kérdésekre, amiket kaptunk. Ugye, amiket kapunk a sokolebresztó@gmail.com címre, de most már egyébként hála Szabinak és a rendíthetetlen technikusi csapatnak sikerült elhárítani ezt a problémát is, ami fennállt, tehát most már a Tilos Rádió felületén is, amikor, hogyha bemegy az ember a tilos.hu-ra, és oda megy a Szokolébresztőhöz, és van egy ilyen, hogy írok a műsorkészítőknek, akkor most már elvileg azt is megkapjuk e-mailben ismét. De azért a szokolébresztőkukac@gmail.com-ot sem hanyagoljuk el, és ide érkeztek remek kérdések, például ide érkezett a kérdése dr. Horváth Leventének, aki arról érdeklődött, hogy például a Percy felbocsátásakor mekkora széndioxid lábnyomról lehet szó, tehát, hogy konkrétan egy ilyen űrrakéta start, például az, ami a Perseverance Mars rovert elvitte, vagy mindazok, amik ugye kb. Heti rendszerességgel mennek innen-onnan föl az űrbe, azok vajon mennyire szennyezik a környezetet? Egészen konkrétan azt kérdezi, hogy mennyi széndioxidot bocsájtanak ki. Természetesen ez rakéta üzemanyagtól függ. Most messze a legszennyezőbb rakétatípus egyébként ez a szilárd hajtóanyagú rakéta, ami például az űrrepülőgép két oldalán volt, az a két fehér valami, meg ugye segédrakétaként például az Ariane 5-ön, vagy a most tervezett
úgynevezett nagy amerikai SLS rakétán, amiről nem is olyan rég beszéltünk Norbival, ugye azon is lesznek ott két oldalt ilyen brutál erős, de egyébként nehezen kontrollálható és nagyon környezetszennyező szilárd töltőanyagú rakéták, amik ugye természetesen rengeteg füstöt, ja, apropó füst, az a füst, amit látunk a startnál, az nagy részt egyébként igazából nem a rakétából jön ki, hanem arról van szó, hogy a starthelyeken van egy hangelnyelő vízfüggöny, és akkor a rakétát, amikor bekapcsolják, akkor tulajdonképpen ez párolog el, és akkor ebből keletkezik ez a brutális mennyiségű füst, úgyhogy a legtöbb rakéta, ha megnézzük a felvételeken, amikor magasabbra megy, akkor már messze nem füstöl annyira, mint amennyire itt lent tűnik a videókon, és akkor az ezért van. Na, de persze ezek valóban fosszilis üzemanyagok, tehát a széndioxid kibocsátás mellett itt mindenféle nitrogénoxidok is keletkeznek, ez nagyon érdekes, ez általában nem azért van, mert a rakétából jön ki az üzemanyag miatt, hanem egyszerűen azért, mert a légkörünk ugye ide lent nagy rész nitrogénből van, és a rakétafúvóka meg forró, tehát a forró rakétafúvóka környékén olyan reakciók mennek végbe a légköri nitrogén és a légköri oxigén között, amik mindenféle nitrogénoxidokat hoznak létre, és persze rengeteg vízgőz keletkezik, gondoljunk azokra a rakétákra, amik hidrogénoxigénes rakéták, amik tehát egy durranó gáz elven működnek, ugye H2O2 összeeresztve lesz belőle 2H2O, ugye ez egy kitűnő rakétahajtóanyag, és ezek a rakéták egyébként rengeteg vízgőz termelnek, ne feledjük el egyébként, hogy a vízgőz az messze a legbrutálabb üvegházgáz a Földön, ha már üvegházhatásról beszélünk, akkor a földi üvegházhatásnak a 90-valamennyi százalékáért ugye a vízgőz felelős, és a széndioxid az csak gyenge második. Na, igen, és persze szénmonoxid is keletkezik, de abból gyorsan széndioxid lesz, és egyébként van egyébként metán kibocsátása is ezeknek a rakétáknak, tehát itt aztán van minden. Most azért mondok néhány adatot, tehát például az az Atlas 5, ami felbocsájtotta a Percyt, az 259 tonna széndioxidot bocsájt ki a becslések szerint, ugye ez rengetegnek tűnik, miközben felszáll, és egyébként 111 tonna vízgőzt, de például a Falcon 9, amik gyakran repülnek, ami majd ugye Werner Norbiék Vözölúszat 2 műholdját fogja pályára állítani, az 425 tonna széndioxidot bocsájt ki, és 152 tonna vízgőzt, de például a Delta 4, a gigantikus rakéta, az Amerikai Egyesült Államok egyik legerősebb rakétája, az konkrétan nulla széndioxidot bocsájt ki, mert hidrogén-oxigénes hajtóművel működik, tehát nem bocsájt ki széndioxidot, cserébe kibocsájt 632 tonna vízgőzt. És a Starship, ugye ezek a repülővíztornyok, amiket Boca Chicában tesztelnek, ezek, hát ugye itt eltérő számítások vannak, de úgy tűnik, hogy az messze a legtöbbet fogja kibocsátani, tehát kb. 10-szer annyit, mint az Atlas 5, ami a Percyt elvitte a Marshoz vezető utazás elején a föld körüli pályára. Ugye a Starship az 2683, és akkor mindig plusz-minusz 10%, tehát nem tudom, miért mondom ki, hogy 3, amikor 10%-os az elorbál, tehát nagyjából 2600 körüli, 2700 körüli tonna széndioxidot bocsájt ki. Na most gondolhatjuk, hogy ez rengeteg, meg kicsit képmutatónak is tűnhet talán, hogy most akkor itt mi a helyzet. Tehát, hogy ezek az emberek, akik például elektromos autókat gyártanak, a Tesla, ugye Elon Musk, és akkor mégis egy ilyen céget üzemeltet, ami ennyi mindent bocsájt ki. Hát igen, de azt ne feledjük el, hogy még így is az a helyzet, hogy napi 3500 Starship kéne ahhoz, hogy legalább fele annyi széndioxid legyen a légkörben, mint amennyi a légi közlekedés által termelődik naponta. Tehát napi 3000 vagy 4000 rakéta start, tehát attól azért még nagyon-nagyon sokáig nagyon messze leszünk. Más kérdések is jöttek Lakatos Kornéltól, aki egyébként a szép Massachusetts államból szokta visszahallgatni a műsort, és ő nagyon érdekes kérdéseket tett fel. Az egyik személyes volt, hogy a Space Flight Simulator nevű appot én használom-e, ami egy jó pofa játéknak tűnik, és annyira addiktívnak tűnt nekem, hogy nem. Tehát nem töltöttem le, mert félek, hogy nagyon beszippantana. Viszont azt is megkérdezte, ez is nagyon érdekes, hogy a nagyhatalmak összezavarták, vagy összezavarják egymásnak az űrbéli kommunikációját. Hát erre a témára majd ki fogunk térni. Például, amikor Szentpéteri Lászlóval lesz egy hidegháborús adásunk, úgyhogy most erre hadd kérjek egy kis időt, mert ezt nagyon alaposan ki szeretnénk bontani ezt a témát. A rövid válasz az, hogy igen, meg természetesen volt is ebből feszkó, például amikor az Apollo 11 a hold körüli pályán keringett már készülve az első ember holdra szállására, viszont a szovjeteknek is ott volt egy űrszondája,
frekvencia. És akkor nagyon komoly levelezés ment, amiből egyébként az derült ki, hogy nem fogják frekvenciatartományban egymást zavarni az űrszondák, de azért egyáltalán nem volt ez lefutott ügy. És persze a katonai űrprogramoknál, vagy a katonai jelentőséggel bíró eszközöknél ez masszívan előfordult. Erről majd Csuminszky Nándorral is szerintem fogunk egyszer beszélgetni, mert ő ehhez nagyon ért, de hát ugye ez kb. Megér egy külön adást. Aztán még azt is megkérdezte a Cornél, hogy az ISS miért nem forog. Hát egyszerűen azért nem forog, mármint hogy legyen rajta gravitáció, ugye, mint ahogy a filmekben látjuk, hát erre egyszerűen csak az a válasz, hogy azért nem forog, mert konkrétan azért vagyunk ott, hogy a súlytalanságot tanulmányozzuk, tehát az ISS-nek a fő értelme az az, hogy éppen, hogy mikrogravitációs kutatásokat végezzünk, tehát az gravitáció egy nem kívánt melléktermék lenne, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez így van, és még egy kérdése volt, amire nem tudjuk a választ. Tehát a Werner Norbit is megkérdeztük, hogy megkérdeztem Werner Norbit, hogy miért van az, hogy a Starship legutóbbi repülésénél Boca Chicában olyan közel állt mellette az SN9 prototípus, ami ugye felrobbant, amikor jött visszafele, és ahhoz nagyon közel, szinte félelmetesen közel a felrobbanó rakétához ott állt az SN10-es, tehát a következő prototípus. Hát Werner Norbi, hogy ez miért? Tehát miért ilyen közel akarják lerakni, miért nem félnek attól, hogy a következő teszt példány meg sérül. Erre mi sem tudunk választ. A Werner Norbi egyszerűen csak annyit tudott mondani, hogy tudják, hogy ezzel az üzemanyaggal, meg amennyi marad benne üzemanyag, mire oda leér, addigra nem fog annyira nagyot robbanni, és talán ezért, de hát ez így még érvnek kevés, szóval ez egy kicsit sántít, tehát erről csak ezt tudom elmondani. Na, viszont még egy beszélgetést lefolytattam az ős szokolébresztő, stábjával, amivel századással ezelőtt elkezdtük ezt a műsort, és ezzel zárom be a mai adást, hogy érzékeljük mindenki, hogy hát igazából milyen mértékben megváltozott itt ez az adás, és teljesen másmilyen, mint volt, de nagyon jó volt újra beszélgetni ezekkel az emberekkel, akikkel valaha együtt kezdtük, úgyhogy hallgassátok szeretettel. Na, tehát itt van az ős szokó személyzete, DJ Bohumil Holacek, Miles és Janó, vagyis az eredeti alapcsapata a szokolébresztőnek, meg persze én. Ugye ez a 100. adás, és akkor ennek apropóján történik ez a mostani beszélgetés. Úgyhogy nem is tudom, hogy hol kezdjem, de természetesen, mint tudjuk, szintén DJ Bohumil Holacek bölcsességéből a legjobb adásmeneteket az élet szerkeszti. Szóval akkor meg is kérdezem, hogy hogyan zajlik az életetek mostanában, illetve, hogy... Hát mert ezt nem lehet most megkerülni ezt a kérdést, hogy figyeltétek-e a Percy Marsra szállását csütörtökön? Jaj, én be is voltam kapcsolva, mert a lóhalál megosztotta, és így aztán egyből rámentem, és néztem. Marha ügyes volt a szerkezet. Te már ott vagy a Marson igazából, mint tudjuk. Mert az... Igen. Ja, tehát annyit láttam, hogy van ez a leszálló egység, és az szépen ottan kikereste a kráterben azt a folyódeltát, ugye? Aha. Ahova ezt a marsjárót leengedték, és az szépen le is vitorlázott, és nagyon ügyesen földet Marshoz ért. És hát innentől kezdve elkezdődik az a dolog, ami a legizgalmasabb az egész emberiség történetében, hogy a marsi élet kutatása ebben a kráterben, mely krátert feltételezhetően víz fedett, tehát ez egy tó volt, és ebbe a tóba ömlött be két darab folyó. És az egyik ilyen deltában ugye elkezdődik a talajminta gyűjtése. Jól mondom? De tökéletesen mondod. Jól, de a két folyót, hogy hívják, a Tigris meg az Eufrátesz, vagy valami más? Nagyon jó kérdés. Amíg Miles elmondja, hogy én mindjárt kikeresem nektek, hogy hívják a két folyót, de addig Janó meg Miles, ti is mondjatok már valamit, hogy mivel töltöttetek az elmúlt laza két évet, mióta nem jártatok bent. Jó, ez a két folyó, az kérlek szépen a Szír Darja és az Amur Darja. A Bajkonur Darja. Ez szeretném a Mikinek köszönetet mondani, egyrészt, hogy itt lehetünk, másrészt, hogy megoldotta azt a problémámat, hogy ne kelljen kiejteni ennek a marsi
járulnak a nevét, ami lehetetlen, és ez a Percy, ez egy gyönyörű, ezt én is ki tudom mondani. Egyébként mi az ő neve? Ezt ki tudjuk mondani ékes angolsággal? Igen, Perseverance. Valami Perseverance. Az, megy ez. Jó, Percy. Hát ez körülbelül olyan nehéz, amikor a rádióadásokat kezdtük, hogy mert mi komolyan viccelünk. Tényleg, igen. Ez volt a jelmondás. Az is elég nehéz. De aztán még össze. De hogy visszatérjük a kérdésre, elmúlt 2 évet természetesen, mint minden öntudatos magyar állampolgár karanténban töltöttem, hogy megoldjam adófizető polgártársaimat a nem kívánatos fertőzések elterjedésétől. És persze, nem mindegy. De ezt félretéve az utóbbi időben, mert természetesen Mars lázban égünk, mert azért ne felejtsük el, hogy Percy leszáll, de hogy ő ugye 3-ból 3 volt így 2 héten belül, 1,5 héten belül. Igen. Mert most jó a bolygó együttállás, és ezért tudnak most az arabok, kínaiak, mindenki küldözgetni mindenféle. Igen, és megmondom őszintén, én pessimista voltam, én biztos voltam benne, hogy Percynek egy csúnya kráter lesz a vége, mert hát az nem lehet, hogy 3-ból 3 sikeres legyen. Ez igaz. És ennek nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok. És már alig várom, hogy a mi kis helikopterünk, amit mindenki helikopterek hív, pedig igazából nem tudom, az inkább drón. Az egy drón, én is úgy drónnak hívnám. Szóval, hogy... Igen, az Ingenuity. Ezt sem tudom kimondani, de ennek valami igi, ez az iginek fogom hívni. Szóval, igi. Hogy végre röpködjön, én erre nagyon kíváncsi leszek, hogy visül ki belőle, és erőt eszembe, hogy jött egy nagyon szép kép, amin a leszálló egység felülről fényképezi a Percyt leszállás közben. Ez már visszajött a Marsról. Érdemes megnézni a NASA honlapján, baromi jó kép. Igen, és egyébként az a legszebb... 10 másodperc a... A micsoda? 10 perc, bocsánat, elnézést. Perc, 11 perc a rádiókeresés. Igen, ilyen rohadt messze van a Mars, képzeljétek el. Igen. Na most ugye az is van, hogy... De ez csak egy irány. Ez csak egy irány, igen. Tehát oda vissza beszélgetéshez 22 perc kéne, ami durva. És ugye ez a vicc, hogy most ugye nincs is annyira messze a Mars, tehát amikor éppen úgy átellenes helyzetben van a Mars meg a Föld, akkor ez akár 40 percre is fölmehet egy irányba, ha kiszámoljátok. Ugye? Persze, amikor pont szembe vagyunk, igen, akkor nyilván... Igen, tegnap előtt arra jártam éppen. De tényleg, Janó, tényleg, te merre jársz, amikor éppen karanténon belül jársz valahol, vagy ha karanténon kívül jársz valahol, vagy milyen bolygókra merészkedsz el mostanában, és úgy különben is. Milyen az életed? A karanténon kívül nem járok, itt be vagyok zárva 56 négyzetméterre, nézegetem a 1000 éves videóimat, hallgatom a 1000 éves zenéimet, néha süt a nap, lemegyek a kertbe, és akkor kijön a szomszéd, azt mondja, akkor kicsit udvarlunk egymásnak, aztán itt már nem folytatunk. Hát igen, valami jó kis koncert. Nem tartjuk. Valami jó kis koncert azért hát, nem ártana most már. Ugye, legutóbb, amikor találkoztunk, Janó... Én szoktam nézni a YouTube-on. Hát igen, de az nem az igazi. Azért, amikor a nyitott műhelyben vagy az IF-ben találkozunk néha így Janóval, összefutogatunk ilyen-olyan koncerteken, ja. És akkor ott iszunk egy vörösport vagy 2, esetleg 3, és akkor igen, ezek egyébként már rohadtul tudnak hiányozni, de most egyébként képzeljétek el, hogy eddig tartott, hogy én megtaláljam, akkor most már mondom, hogy azt a két folyót, vagyis folyómedret, azt úgy hívják, hogy Neretva Vallis, és Száva Vallis. Tehát a Száva és a Neretva folyók ömlöttek bele a Jezero kráterbe. Laza 3 milliárd éve. Na. Hát a Száva Bródnál jön be az ország. Szuper. Egyébként, bocsánat, tegnap a tévében láttam, a Jezero polgármestere, az Boszniában van, jól mondom? Javítsatok, azt jól mondom. Nagy örömmel közölte, nagyon csinos hölgy.
Bekerültek. Igen, zseniális vagy. Én ezt tényleg nem tudtam, de most látom, hogy ez valóban egy bosznia-hercegovinai, azon belül is a bosznia-hercegovinai nem belül létező szerb köztársaság, ugye ez a Republika Srpska egyik... Bár nem én vagyok a földrajz tanár. De amikor ő tanulta ezeket a dolgokat, akkor még nagy Jugoszlávia volt. Hát kiérti már ezt, hogy való mi van? Igaz. Gyerekek, a országhatárok vonalait az is az élet szerkeszti. Tehát az nem biztos. Csak a rádió. Hát ez meg egy... a tektonikus mozgások, de mindegy. Nagy bölcsesség. De most azt mondjátok, hogy nem tudom hány száz négyzetméterrel mindig kisebb lesz Magyarország területe. A Dráva miatt? Vagy melyik miatt? Nem. Azért, mert az afrikai lemez vonul be a ázsiai lemez alá, és az migránsok! A Kárpátoknak a lábainál alábukik. Tehát ott van egy szubdukciós zóna, hogy magyarul is mondjam. Uh-huh. Jó? Igen, igen, ez nagyon jó, mert azt hiszem, hogy az elmúlt századásban méltatlanul kevésszer hangzott el a szokolébresztőben, hogy szubdukciós zóna, és ezt most meg szeretném neked köszönni. Már csak azért is, mert nem tudod kimondani rendesen. Hát igen, igen, valószínűleg ezért kerültem a komolyabb lemeztektonikai traktátusokat, mert azért itt van néhány bonyolultabb szóalak ebben a témában. Most figyeljetek, az viszont mindig érdekes egyrészt, hogy ezt a műsort szokolébresztőnek hívják, ami már annál is inkább érdekes, mert ugye már időközben 9-kor kezdődik, ugye eredetileg ez egy reggel 7-es műsor volt valaha kedden, még amikor én meg reggel 7-re jártam oda, ami nekem nagyon nehéz. Igen, igen, úgyhogy azért fázott ki részben mindenki, nekem ez meggyőződésem, mert akkor ugye még a Mária utcában volt a Tilos Rádió, én meg ugye a Rákóczi térnél lakom. Tehát, hogy én... Most hol van? Most képzeld el, a Pénzverdénél van, tehát a Népliget közelébe költözött át, de egyébként az egész közben. Hát jó, ha lehet jönni, ha lemegy ez a nyavaja, akkor... De mostanában ugye az szokott lenni a rendszer, hogy én bemászom oda egyedül, és akkor Skype-on beszélgetek a kollégákkal. Na szóval, hát ez most ez van. Ez fog történni, aztán majd lesz egy... Na de azt akartam megkérdezni, és szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak, hogy oké, azt már értjük, hogy miért volt ébresztő. De az egész Szokol és a mindenféle Szokol jellegű rádióműsoroknak a kultúrtörténete, aminek ti vagytok az ismerői, hogy ez mikor kezdődött, honnan, ugye ennek csak az egyik része a Szokol ébresztő, de hát itt rengeteg műsor típusról beszélünk, amit ti éveken keresztül csináltatok mindenféle rádióban, még azelőtt, hogy én egyáltalán léteztem ebben a témakörben. Tehát a világon már igen. Csak... Ja, igen. Szóval, hogy volt ez? DJ Bohu Milhola, csak ezt te tudod elmesélni? Szakszerűen, vagy ki ennek a tudója? Én kezdtem. Tehát kezdtem el. Akkor aztán lassan bejött a témába Janó meg Mice, mert ugye Zappa alapról indult a dolog, és hát a Janó meg a Mice ugye a Zappa egyesületnek voltak a tagjai, Mice az vezetőségi tagú, sőt elnök volt, jól mondom? Ezt annyi szó megbeszéltük, alapító elnök. Alapító elnök. Próbáltam betizen, de alapító elnöki tag. Így jó? És raktáros. Jó. Igen, igen, jó. Raktáros voltál. Aztán jött, ha már a raktárosról van szó, Lakatos Zsolt Svájcban, mert amikor kimentem dolgozni oda, akkor onnan is csináltunk adásokat, és rendre bejátszottátok, de akkor már a Muzsikus Rádióba, ahol fel kellett mászni a Dürerbe a harmadik emeletre. Hetedik. Mindegy, századik. Mindegy, azt tudom, hogy a Mózes Tamara elvitt a Ford Electrót is. Igen. Nem emlékezel rá? Na, mindegy. Aztán utána jött a Rádió Q 99.5, majdnem 100, az ment 2-3 évig. Kettő.
Zsuffa Petiék adták át, aztán ők is visszajöttek, és akkor volt egy ilyen átadó, átvevő nyilatkozat, hogy a kanári madarat, meg a házmesternénit is megőrizzük, és ápoljuk, és nem törjük össze, és a kontakthibás mikrofonkábelt is nem használjuk, meg ilyenek. Tehát ezt a Zsuffáik kitalálták, aztán majdnem lett volna egy olyan dolog, hogy a civil rádióba 2 éve bekerülünk, csak akkor a civil rádióval történt az, mint ami most a klubrádióval. Ja, de Attila, közvetlenül a civil rádió azért jó, a frekvencia megszűnt, de nekem mai napig működik. Na igen, és akkor innentől már én voltam nálatok ugye ilyen vendégként, ugye te hívtál meg engem. Igen. Például a Q-ban is, meg igen, ugye a muzsikus rádióban is. És akkor utána... Igen, és hát nálam is. És igen, ott lent a pincétben készítettünk konzerveket is. Ja, meg ott készült a ominózus laposföld. A laposföldadás, igen. Meg ja, később, hát a laposföldadás. Meg olyan is volt, hogy együtt elmentünk például aztán a Millenáris Parkba, és ott is csináltunk egy adást az űrkiállításra. Hát persze, az űrkiállítás. És igen, és akkor azt, hogy akkor ennek tulajdonképpen egy oldal kisarjadzása lett a Szokolébresztő, amiben szintén ugye mindenféle dolog volt, többek közt egy tudományrovat, és akkor végül az történt, igen, hogy a kuratórium ugye azt támogatta, hogy nőjön fel a tudományrovat, töltse ki a teljes műsor, de az viszont már a MICE-nak az ötlete volt. Igen. A MICE-nak az ötlete volt, hogy konkrétan az űrkutatás, űrhajózás történetéről kezdjen beszélni, mert a MICE azt mondta, hogy ott mindig is baromira érdekelte az űrhajózás története, és akkor vegyük végig ezt az egész sztorit 1957-től kezdve, és akkor szépen módszeresen, ráírősen elkezdtük végig beszélni az egész sztorit, és akkor onnantól kezdve már kialakult, ja, hogy akkor... Igen. És akkor én befejezném a történetet, hogy, igen, hogy végül is ott tart a dolog, hogy mi hárman kikoptunk ebből, és te egyedül vissza tovább a lángot, amiért nem tudunk elég hálásak lenni. Ez hogy a századik adásnál tart a Szokolébresztő, hát vivát és kitartás. És nagyon jó, de most ezt a Skype-os dolgot, ezt, vagy mi ez nem Skype, online dolgot, ezt majd időnként, mit tudom, egy hónapban egyszer meg lehetne ismételni, jó, ha mondjuk, neked nem kényelmetlen ez. Hát ez abszolút nem, mondjuk egyébként a hónapban egyszerről azt kell tudni, hogy ugye eleve 2 hetente van a műsor, ugye? Tehát jaj, akkor azt mondod, hogy 2 adás. Na igen, elfelejtettem, hogy nem hetente. Nem. Akkor nem, akkor 2 hónapban egyszer. Hát simán. Figyelj, lassan visszaszivárgunk, mint a törökök. Hát igen, ez volna a cél részemről. Na jól van? Oké. Okay. Szerintem én most köszönetek mondok nektek, hogy bejelentkeztetek egyébként, meg hogy szokták mondani ezt, hogy jelenlétetekkel, vagy mit tudom én micsoda, ugye emeltétek a műsor fényét, meg hogy igyekszünk mi is tovább vinni, igen, a lángot, és még azt mindenképpen mondjátok el, basszus, hogy miért Szokol, mert tudjuk, hogy Szokol rádió, meg minden, meg hogy Solymot jelent oroszul, hogyha valaki eddig egy kő alatt élt volna, és ezt most hallja először, de hogy honnan jött ez a név? Tehát ki volt az a az ember? Szokol FM a legnagyobb nagyobb képtelenség, ugyanis hosszú hullámon és közép hullámon adok. Tehát ezért találtam ki, hogy Szokol FM, mert ilyen nincsen. Tehát Egy oximoron. Persze. Aha, jó. Hát ezt a 100. adásban, igen, kell megtudnom. Pontosan. Zseniális, hát ma is megérte fölkelni. Látod, és lett volna egy kérésem, el is küldtem a hangzóanyagot link formájába, hogy a Grenadier Mars című számot azt majd azt a marsra szállás tiszteletére be. Mindjárt azonnal be is játsszuk. Sokat Grenadier Mars, viele ist vom größer Arsch. Gute Speise, Grenadier Mars, viele ist vom größer Arsch. Größer Arsch. Hier ist der Grenadier Arsch.
zöldség, gyümölcs, koncerthelye, Fálesz kávé, csapott sőt esze, rillott kocsa, fehér lány mája, fokhagyma, torta, zsírban állva, vízós leszka, lánelet, a lánehez, a szexen lesz halasztva. Kutas pejze, grenadír, marzer, fíle iszt, kokrőszerács. Kutas pejze, grenadír, marzer, fíle iszt, kokrőszerács. Kokrőszerács. Here is the grenadír arzs. A Tilos Rádió hírei következnek. A Magyar Építőművészek Szövetsége, a MÉSZ, az NKA támogatásával csaknem 100 modern magyar épület adatbázisát tette közé a honlapján. A gyűjtemény alapját a Magyar Építőművészet című folyóirat 1958 és 1979 között megjelent számai adják. A kiválasztás szempontja elsősorban a minőség és ismertség, valamint a potenciális veszélyeztetettség volt. A válogatásnál arra ügyeltek, hogy lehetőleg az ország minden részéből legyen épület, akár olyan is, amely kevéssé ismert. A védettségi besorolást a műemléken.hu oldalon található információkból gyűjtették ki, a fotók legtöbbje a Magyar Építőművészet folyóiratból származik. A MÉSZ most arra kér mindenkit, hogyha tudomása van hasonló minőségű, 1956 és 1990 között épült modern hazai épületről, akkor segítse a magyar modern adatbázis bővítését. Bővebb információkkal a Magyar Építőművészek Szövetsége titkársága tud szolgálni. Megindítja az Európai Bizottság Magyarország kormányával szemben a kötelezettségszegési eljárást a civil törvény ügyében, mert bár egyszer elítélték, azóta se tett eleget az uniós bíróság vonatkozó ítéletének, jelentette az urológus. Ez azt jelenti, hogy hamarosan felszólító levelet küldhetnek a magyar kormánynak arról, hogy hajtsa végre az uniós bíróság ítéletét. A kormánynak ezután 2 hónapja van válaszadásra. Ugyancsak kötelezettségszegési eljárás indul Magyarország ellen, amiért az EU közös a kannabis gyógyászati alkalmazását szorgalmazó álláspontja ellen szavazott az